Akkor így hallható vagyok. Hát sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Előre nem tervezett módon kerültem ide. Egy hónappal ezelőtt megkért az Attila egy előadásra, de én akkor nemet mondtam, időhiányra hivatkozva, ami egyébként igaz is volt. Viszont a nyaggatásnak eleget téve egy pár mondatot, vagy egy pár élménybeszámolót azért egy kis élménybeszámolót tartanék, ami amit szorosan kapcsolódik a Robi előadásához. Hát ugye én nem Fidusz előadásához, akkor úgy mondom. Igazából nem számítok nagy változó csillag észlelőnek, mert ha már 2002 óta távcsövezek, meg 2009 óta tagja vagyok ugye az Egyesületnek, olyan 3 éve kezdtem el változó csillagokkal foglalkozni. Hát mindig ismertem a témakört, ugye elolvastam a cikkeket, de nem nagyon ragadott meg, és akkor most ugye elkezdtem az elmúlt 3 évben ezzel is foglalkozni, és hát megragadott a dolog, tehát átragadt rám a lelkesedés, és főleg ugye a tranziens jelenségek, visszatérő novák, ez a terület az, ami úgy nekem bejött, és ami megfogott. És ebbe szerepe volt annak is, hogy például a tavalyi évben ugye nagyon nagy novadömping, meg törpe novadömpingünk volt, tehát 17 nova robbant csak a tejútrendszerbe, számtalan törpe nova, viszonylag azok is fényesre sikeredtek. És ugye ezeket nyomon követtem, elkezdtem őket fotózni, méricskélni, az észleléseket beküldeni, és úgy jó volt látni, hogy van haszna annak, amit csinálok, mert ugye belekezdtem én is ebbe az asztrofotózásba. Nyilván valakinek ez jobban bejött, de valahogy én, amikor kidolgoztam a képeket, feltöltöttem, vagy közzétettem utána, úgy nem láttam azt, hogy ennek lenne a továbbiakban valamiféle haszna. És akkor szerettem volna mégis, hogyha valódi észlelést csinálhatok, amit a tudomány is hasznosít. És ugye így kerültem akkor a változók világába, és akkor elkezdtem főleg a tranziens jelenségeket észlelni. És volt is az elmúlt 2 évben 4 nagyon érdekes élményem, ami még jobban ráállított erre a területre, és ami megerősítette bennem azt is, amit a Fidusz elmondott, hogy érdemes a fotóinkat átnézni, és érdemes szemünket nyitva tartani, mert sose tudhatjuk, hogy mit találunk a képeinken. Az első ilyen élményem az 2021-ben volt. Elkezdtem azt csinálni, hogy az ismert nováknak az előéletét megpróbáltam tanulmányozni. Mindenféle fotókon, főleg magyar fotókon megpróbáltam visszakeresni őket, hogy hát ha a felfedezés előtt látszanak-e ezek a csillagok. És akkor a 2020-as évben volt a 3. nova, úgy emlékszem, a nyilas csillagképben, és ezt megtaláltam egy magyar asztrofotón, amit az észlelés feltöltőn találtam. Pont másfél-két nappal a felfedezés előtt rajta volt, nagyon fényesnek is látszott, és akkor ez előtette a gondolatot, hogy bizony a többi objektum esetében is ezt folytatni kellene, tehát meg kellene nézni a fotókat. És ugye ez Szauer Ágostonnak a képe volt, a tejút magja, szépen M6, M7 mélyég objektumok, és másfél évig ott csücsült rajta egy csillag, amit ő lefotózott 2 nappal azelőtt, hogy egyébként felfedezték volna. Aztán jött a következő ilyen élményem, amikor a 2018-ban robbant Nova ügyében nyomoztam a Perseusban, a V392 Persei, azt hiszem ez volt az a csillag. Akkor meg egy saját fotón találtam meg, pont egy nappal a kitörés és a felfedezés előtt. Ez egy sima asztrotájkép volt. Este fotóztam ugye április 28-án a tejutat, a nyugvó Vénusszal, Auriga, Perseus és egyebek. És egy nappal előtte ott volt a csillag, szintén a képen, amit én 4 évvel azelőtt készítettem, vagy mármint nem a robbanás előtt 4 évvel, hanem azelőtt 4 évvel, hogy én azt megtaláltam rajta. És ez megint tovább mozgatta bennem ezt a szállat, hogy akkor gyerünk nyomozni. És újból csak elkezdtem nézegetni a fotóimat, és volt egy közelmúltban egy eset, ez pont pár napja történt, hogy a Scutumban találtak egy felfényesedő csillagot,
és GDS valami számú csillag, és akkor én láttam a levelet az e-mail fiókomban, de nem foglalkoztam úgy vele, nem volt időm rá, ugye amilyen nem is tudtam készülni az előadással, és a Robi felhívta a figyelmemet, Fidus, arra, hogy hát nézzem már meg a képeimet, mert hát, ha lefotóztam. Ugyanis én említettem neki azt, hogy már jó egy éve van egy olyan projektem, hogy a Hortobályra, én Debrecenből kiugorva a Hortobályra, én azt terveztem el, hogy a tejútról gyűjtök referenciaképeket gyakorlatilag, a teljes tejutat legalább 10 fokos sávban én végigfotóztam, hát vagy 6-700 kép gyűlt így össze, 16 magnitúdóig minden látszik rajta, és ugye ennek a felfényesedő csillagnak a felfedezésének a bejelentése, ez olyan szeptember elején volt, vagy augusztus végén, de inkább szeptember elején, ha jól emlékszem, és akkor visszakerestem a képeket a Fidus unszolására, és június 1-én ez a csillag már rajta volt a fotóimon. Tehát június, július, augusztus, meg egy pár nap. 3 hónappal a felfedezés előtt. Na most nyilvánvalóan nem lefotózni a komoly dolog egy ilyen objektumot, vagy egy ilyen eseményt, hanem megtalálni. Hát ez kell a komoly számítógépes háttér, a képfeldolgozásban való jártasság. Hát ez nekem nincs meg én ebbe nem ismertem belefogni, tehát ez nagyon nagy kapacitásokat igényelne. De azt viszont, hogy mondjuk egy asztrotájképet átnézzünk, vagy egy olyan fotót, amit csak úgy hecből ellövünk, az szerintem megérne egy pár perces tortúrát, mert tényleg lehet, hogy elkapunk egy visszatérő novát, vagy egy galaktikus novát. Sose tudhatjuk, hogy mi kerül rá a képeinkre. Engem ezek az elmúlt 2 évben ez a 3 ilyen esemény, ami úgy közvetlen velem történt meg, bár nem fedeztem fel én ezeket a csillagokat, ez megerősített engem abban, hogy ne csak nézzünk, hanem lássunk is. Csak ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen Cseh Viktornak. Azért csak sikerült valamit kicsikarni. De hát persze, kinek mennyi ideje van, úgy szól hozzá, vagy úgy ad elő. Fidusnak már megint valami mondani valója van. Egy mondatos kiegészítés, tehát ez a GDS 18 blablabla jelű csillag, ez egy szimbiotikus nova, tehát ez egy különleges állatfaj, nem a klasszikus novák közé tartozik, hanem ez ugye régen, ez az NC típusú novaként volt régebben ismert, ma már külön állatfajnak tartják. Ezek ugye a lassan fényesedő és lassan halványoló novák, ugye például az AG Pegasit is ebbe a típusba sorolják. Péúvul? Jó, köszönöm. Az időnk végére érünk lassan a menetrend szerint. 4 óráig van mandátumunk itt az Atomkiban, úgyhogy lassan szedelőzködjünk. Előtte egy kis intelmeket hallgassatok meg tőlem. Kedves veteránok, tessék észlelni, tessék elővenni azt a binoklét, még gyarapítsuk az észlőlistákat. Kedves középkorosztály, nyomás, vizuálisan, fotografikusan minden, hogyan változni. És kedves fiatalok, örömmel látom, hogy azért vannak szép száma a fiatalok is. Nyomás változni. Az a legszebb dolog a világon. Életetek végig megemlegetitek ezt a mostani találkozót, és hogyha rászoktok a változásra, nem is lehet leszokni. Olyan, mint a pálinka. Más szóval, emberré váltál. Igen. Jó, hát... A régiek nem ismerik a vakondot, abban volt annak idején kis lexikon, amelyben az észlelés cím szól, hogy észlelés az, amikor a meteorosnak megjön az esze, és elkezd változni. Megleli az eszét. Köszönöm, hogy eljöttetek. Örülök, hogy itt lehettünk. Találkozunk valamikor egy év múlva valahol az országban, egy másik helyszínen.
Ja. Köszönöm. Távozáskor mindenki vigyen magának egy útra való almát. Piros alma.